Miután kiderülnek a ponthatárok és eldőlt, hogy a Pécsi Egyetem mely szakára veszik fel a diákokat, óriási lehetőség kínálkozik azok számára, akik az MCC képzési programjába is jelentkeztek, illetve jelentkeznek. Ők ingyen albérlethez juthatnak, ez pedig nem csak a diáknak, hanem a szülőknek is nagy könnyebbség, tájékoztatott Erdei Krisztián, az MCC Pécsi Képzési Központjának képviseletvezetője. Képzések és a közösségi programok mellett térítésmentesen biztosítunk szállás lehetőséget a diákoknak, ez Pécset, albérleteket jelent. Emellett ösztöndíjat is fizetünk a diákoknak, hogy inkább a tanulásra koncentráljanak, ne kelljen az egyetem mellett dolgozniuk. Szóval szerintem ez egy nagy könnyebbség a családoknak, és egy fontos és hatalmas lehetőség a diákoknak. A junior képzésbe bárki jelentkezhet, aki most kezdi meg első szemeszterét. Első éves hallgató lesz a Pécsi Tudományegyetemen, tette hozzá Erdei Krisztián. Kell egy írásbeli vizsgát tenni, ami egyébként egy szókincsteszt és egy logikai vizsga. Aztán ki kell dolgozni előre megadott témában egy prezentációt, amit a szóbeli vizsgán kell előadni a vizsgabizottságnak. Nem egy nehéz felvételi, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a diákok mennyire gondolkodnak el a világ problémáiról, mennyire vannak önálló gondolataik, hogyan használják azt a tananyagot, amelyet elsajátítottak már a gimnáziumban, és hogyha egy jó közösség tagja szeretnének lenni, hogyha nemzetközileg versenyképes tudást szeretnének megszerezni, akkor várjuk őket az MCC-ben. Pécs sajátságos helyzetben van. A sok külföldi egyetemista miatt az albérlet árak viszonylag magasak, a kollégiumi férőhelyek száma sem annyira optimális, tudtuk meg a képviseletvezetőtől. Mi megpróbáltuk az albérleteket inkább a belvárosra koncentrálni, mert az is egy sajátosság Pécset, hogy a két nagy egyetemi tömb a város két szélén van, tehát az Orvosi Egyetem, illetve a BTK-TTK, ugye az Ifjúságúton és az Egyetemvárosban, és a közgazdaságtudományi kar, illetve a jogi kar pedig egy másik helyen a városnak, és mi a kettő közé tervezzük az albérleteket. Azért is egyébként, hogy a diákok ne csak az egyetemi óráikra járjanak be, hanem minél gyakrabban látogassák az MCC kurzusait és közösségi programjait. Az MCC egyetemi képzés első lépcsőfokára a junior képzésbe jelentkezhetnek felvett hallgatók. Ez egy egyéves alapozó képzés, amely felkészíti őket az MCC tanulmányaira. Utána következik az iskolarendszeri képzés, amelyet szintén egy felvételi előz meg, az kettő éves, tehát az egyetemi programunk összesen három éves, és most szeptembertől egyébként elindulnak a posztgraduális képzéseink is, amely azt jelenti, hogy tulajdonképpen a diákok teljes egyetemi tanulmányait lefedjük, hogy az egyetem mellett az MCC-be is járhassanak, itt megszerezhessék a tudást, fejlődhessenek és külföldi tapasztalatot is szerezhessenek. Az MCC junior képzési programjába a Pécsi Egyetemre felvételt nyert fiatalok augusztus 8-áig jelentkezhetnek. Az ep.mcc.hu oldalon minden információ megtalálható a képzésekről és a vizsgakövetelményekről is.